A múlt héten úgy búcsúztam el önöktől, hogy jövő héten újra velünk, négy nő, négy nimfa. Hát nem tudom ezt az ígéretemet beváltani, mert csak három nő, három nimfa van itt. Ugyanis a negyedik Nella magával vitte a két kopodót, és már túl vannak az első meneten, vagy első felvonáson a Mágnás Miskában. Erről majd következő adásban egy kicsit jobban beszámolnak majd. Jó estét kívánunk, reméljük, hogy önöknél már a mézes kalács illatban az egy kis kvártet belefér, mondjuk a két tepsi között. Nátok kész van már valami? Begli, mézes kalács, a többi. Nem kapkodjuk el, legalábbis én nem. Időnk nem volt rá, tehát utolsó perces lesz az idén, és sajnos, mint szinte minden évben most már visszamegyünk. De azt mondják, hogy egyébként a modern nők vagy nem sütnek már annyit, mert rendelnek, vagy ilyenkor este sütnek, vagy éjfélkor, vagy hajnalban, stb. Tehát én az előző kategóriába tartozom. Aki nem vagy modern nő. De modern vagyok, és megveszem. Te megveszed? Hát igen. Hát falusi lány vagy, ne viccelj. És Szilágyi, ez falu? Igen. Nagyon falu. Egyébként, amikor hazaérek 24-én, körülbelül délután 2:30, akkor örülök, hogyha bevárnak az ebéddel. Tehát, hogy ott már sütkérezni nem nagyon. Na jó, de hát neked anyukát készít. Nálunk azért ez olyan szinten családi foglalatosság, hogy a lányom segít az ebbe történetbe, és én egy egész napot szoktam rászállni. Általában az előtte levő egy-két napot, akkor van rá időm, de egyébként tehát ez az advent, ami ugye arról kéne, hogy szóljon, hogy befelé fordulás, lenyugvás, a család együtt legyen, de ebből sajnos nagyon keveset tudunk megvalósítani. Hát ahogy látom, a gyakorlati életben a befelé fordulás az megvan, mert mindenki úgy megy az utcán, mint hogyha... Igen. De a jó értelembe vett elcsendesedést és csodavárást. Igen, de nem tudom, hogy ti tapasztaltatok, én egy kicsit most kevesebbet mozgok itt a városban, de képzeljétek el, hogy csináltak egy felmérést, és kiderült, hogy... Itt nálunk? Nem, egy magyarországi felmérést, városi felmérést, és kiderült, hogy jóval kevesebbet költenek most már a karácsonyra, mint ünnepkörre, tehát gondolok itt a vásárlásra, ajándékvásárlásra, nem az étkezésre, és ebből is a férfiak azok, akik bátrabban szórják a pénzt. Na, ez mennyire van itt helyén? Hát én nem tudom, hogy a férfiak bátrabban szórják-e a pénzt. Én azt gondolom, hogy a férfiak olyannyira nem szeretnek ezekkel a karácsonyi ajándékkal foglalkozni. Tehát rendben, a tévé, klik az internet. Na, és ezek technikai cuccok főként. Tehát, hogy én igazából nagyon, nagyon ritkán találkoztam ötletes, igazán szívtől szívig eljutó ajándékokkal férfiak részéről. Kivágott papír, karácsonyfa és díszítés és stb. De például ezt a kis angyalkát tegnap egy nagyon kedves barátnőmtől kaptam, és úgy döntöttem, hogy akkor ma elhozom ide, és a Kvartett vagy a Pannon TV karácsonyfájára akasztom rá, úgyhogy köszönöm szépen, Barbara, legyen ez most mindannyiunké, úgyhogy... Akarod, feltűzöm neked, hogy nekem hát messze? Legyél olyan jó, és én is hoztam. Ez viszont a mi karácsonyfánkon szokott otthon lenni, tehát ott díszíti a fát, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy elhozom ide, és akkor legyen ezúttal a Kvartett karácsonyfá, és egyáltalán ez a Kvartett sarok, mindjárt őt is felaplikálom. Te mit hoztál? Én nem a karácsonyfára hoztam, hanem nektek hoztam valamit, ugyanis én elhatároztam, hogy idén, ha lehetséges, akkor olyan kézműves dolgokkal lepem meg a szeretteimet, amit nem én készítek el, viszont nem biztos, hogy jövőre nem fogom kipróbálni egy jellegzetes népi hagyomány szerint a szappanfőzést. Ugyan mostanában ebbe a reform kencébe próbálnak visszamenni az emberek, és amit nektek hoztam, az nem más, mint ahhoz, hogy túléljétek a hétköznapokat. A kávés, legyünk. A kávés szappan, ami hát azért, hogy legyen benne egy kis szurkapiszka is, az anticellulitis. A férfiaknak mondom, hogy az a cellulitis, ami nagyon rajta van az ember mindenféle tesszük. Szerintem már ők is. Szóval nem olyan szép. Tehát egy kávés szappan, ez nem fogyasztható tejjel. Köszönöm viszont szépen. És ettől kávé illatúak leszünk? Majd megmondjátok köszönöm jövő szépen. Héten. Jó, akkor úgy jövünk, hogy jövő héten kipróbáljuk. A benyém cimetes, fahéjas. Jó. És jönnek vendégek ma. Így igaz? Én már betesszük őket majd ide a karácsony falá. Közben leszaggatom a ruhámat szerintem. Mert hogy egy zenekart is meghívtunk, ők lesznek egész este a vendégeink. Így igaz, és itt is vagyok mellettük. Sziasztok, jó estét! Sziasztok. Ígértük, hogy itt lesztek, itt vagytok. Az Ébredés zenekart köszönhetjük itt a stúdióban, és a zenekar vezetője Gajdos László. Szervusz! Kérlek, mutasd be a zenekar tagjait. Hát a zenekar tagjai, akkor induljunk a túloldalról. Szóló gitározik Húzsvár Attila Fender Leo, mellette basszus gitározik Kis Károly Albert,
Zsolti szaxofonozik és énekel, mögöttem dobon kísért Kejper Attila, igen, a dobos mindig elbújik, és jobbomon pedig feleségem Gajdos Karolina, aki énekel. A zenekar többi tagja azok sajnos nem bírtak eljönni ma este. Van még egy basszusgitárosunk, egy szóló énekesnünk és egy billentyűsünk is. Mindig ebben a felállásban vagytok? Nem, mivel már többnyire családosak vagyunk, ezért probléma az, hogy összehozzuk. Dicsőítő éneket énekeltek. Ez konkrétan mit jelent? Dicsőítő ének. Konkrétan azt jelenti, hogy az Úrnak énekelünk, és mivel ezt a zenélési talentumot, amit kaptunk, ezt nem csak azért arra használjuk, hogy pénzt keressünk vele, hanem elmegyünk ifjúsági találkozókra, adventi koncertekre, az embereknek visszük ezáltal az örömhírt. Ez azt jelenti, hát nyilván ilyenkor advent idején felszaporodik a felkérés, és nagyon foglaltak vagytok, de egyébként olyat hallottam, hogy lakodalmakban is felléptek, vagy volt erre már precedens? Nem volt még, tehát lakodalmi zenészek nem vagyunk, de esküvőn, tehát a templomi esküvőn mink zenéltünk a kándor helyett, és nagyon-nagyon sok fiatalnak ez tetszik, mivel ez új dolog, és volt már arra is példa, hogy az ifjú pár, amikor befejeződött az esketés, akkor kifelé menet táncolva mentek ki a templomból. És milyen széles a repertoárok? Fú, hát könnyű zenét játszunk, tehát jazzt, reggét, rockot, többnyire ilyen rockosabb énekeket. És most mit fogunk hallani először tőle? Most legelőször egy nagyon-nagyon régi számot, hogy úgy mondjam, a keresztény könnyű zenének az úttörőjétől, Sije Jenőtől az adventet. Halljuk! Már is itt van a stúdióban, ahogy ígértük, Vörös Emese,
aki ismerős lehet a Wagner család sorozatból, illetve a Topolyai színpadról is, mert hogy a Mara Amatőr Színház állandó tagja most már évek óta egyébként gyermekeket tanít, és amitől mi ma meghívtuk, az, hogy gyakorlatilag megfelezte a testsúlyát viszonylag rövid idő alatt. Jó estét kívánok, szervusz! Szia! És emlegettünk itt a múlt adásban, mert hogy itt volt nálunk névrokonod Emese, Bácskai Emese, és ugye ő elmondta azt, hogy te megnyertél egy ilyen minek is átalakítást. Ezt mikor kezdik el rajtad? Hát ha minden igaz, az a téli szünidő alatt fog zajlani, és valamikor január végén lesz az adás. Igaz egyébként, hogy 40 kilót fogytál, vagy ez csak ilyen pletyka, és nagyon ki van kerekítve? Hát ez való igaz. És Emese, mi volt a legnagyobb motiváció ebben a történetben? Hát egészségügyi okok igazából. Konkrétan ez a tipikus, ez a magas vérnyomás, nem tudok aludni, fáj a derekam, és a többi, és a többi. Így igaz. Hát nyilván az se hátrány, hogy esztétikai szempontból is változtam, viszont mindenképp az egészségügyi okok voltak a döntők. Azért kikérdezlek jobban, azért azt is észre lehet venni. Jó, Anita így rákapott a témára. Vannak ez, de hát persze. És akkor hadd kérdezzem meg én. De mutatni is tudjuk egyébként, hogy milyen voltál, ugyanis vannak képeink a múltadról, illetve a múltbéli énedről. Mielőtt megkérdeznéd azt, amit szeretnél, azért arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy így utólag, amikor megnézed magad, amikor látod magad 40 kilóval többnek, akkor ez mit gerjez benne? Tehát így be tudod azonosítani magad, vagy ezt most már azért elválasztod? Hát igazából nagyon kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt nem azt mondom, hogy szégyellem, viszont fáj valamilyen szinten, hogy csak most döntöttem így, tehát hogy már sokkal előbb kellett volna határoznom, és nem amikor, nem tudom. Voltak előtte próbálkozások? Tehát ilyen diéta, 90 napos Norbi, stb. Nyilván. Szegény nála, kár, hogy nincs itt, mármint, hogy nem szegény, mert nagyon jó szerepe van most a mágnás muskában, de biztos, hogy 1500 kérdése lenne még hozzád, mint ahogy nekem is. A motiváción kívül mi az, ami volt-e, aki valaki biztatott, esetleg férfi ügy volt-e, vagy a szüleid mondták, félretéve most az egészségi dolog, az biztos, hogy hozzájátszott, de egyáltalán hány évet vártál erre a döntésre? Hát ez nagyon érdekes, ugyanis én kiskoromban szörnyen sovány voltam, tehát 16-7 kilósan indultam elsőbe, szinte szüleim aggódtak, hogy nehogy majd a doktornő ne is álljon egy iskolába. És emiatt picit többet, hogy elérd a kellő testsúlyt? Hát nem. Amikor beindult a kamaszkor, akkor kezdtem enni igazából, de olyan hirtelen ilyen 6-7-8-15 szendvicseket vacsorára, és nyilván ez így felrakodott rám. De akkor nem volt gyanús, amikor az ötödiket etted, hogy ennek nem lesz jó vége? Hát nem. 9-10 éves voltam, amikor jól esett. Otthon örültek, hogy a gyerek végre eszik, 10 év után. Igen, valami szüleide slankok, tehát hogy ott nincs ilyen túlsúly, ugye? Vékony, a apukámon van azért súlyfölösleg igazából. De nem olyan extrém. Képeket, hogy milyen voltál tényleg, amikor 40 kilóval több voltál, és milyen voltál most. Mennyi idő alatt sikerült ezt azért nem kevés 40 kilót leadni? Hát nyilván nektek ez rövid időnek fog tűnni, nekem, ahogy én belülről megéltem, ez sokkal hosszabb. Diétázik Emese, annak minden óra, éveket jelent, amit a hűtő előtt úgy tölt el, hogy nem nyitja ki. Igen? Tehát 4,5 hónap volt igazából. És nem jött vissza utána abból sem? Hát most tartott. Hát, jött-e vissza? Hát talán néhány kiló. Nem kizárt, hogy 1-7 kiló visszajött. Sportolsz mellette? Mert hogy egy speciális diétát csináltál. Igen, tehát amikor aktívan benne voltam a diétában, akkor nem is szabadott egyáltalán sportolni, mondjuk sétálni, igen. De dolgozni szabadott? Hál' Istennek. Viszont most szobabiciklizek, hasizom gyakorlatokat csinálok, és éppen még így. Most csak így csajok egymás között. De muszáj. Igen, jó? Muszáj, mert lehet, hogy ugyanazt akarjuk kérdezni. Amikor az a plusz 40-es rajtad volt, volt-e pasi az életedben? Igen. És most? Most is. Ugyanaz? Igen. Hú, de szerencsés ember. Vagy. Aha. És ő tényleg 100%-osan akkor is ugyanúgy fogadott el, mint most? Szerintem igen. A Vajdaságban kettő ilyen van, az ő párja, meg az enyém. Nem, lehet, hogy vannak még többen. Jó, csak őket ismerjük. Igen. Lánygyerek vagy, anyás vagy apás vagy inkább?
Tényleg nem tudnám megmondani. És nem azért, mert nézik. Dehogy, dehogy. Nem, valóban, de tényleg imádom a szüleimet. Az ünnepekre ilyenkor milyen menüvel készülsz? Jó, most ez az kritikus lesz, ugye? Ez az első olyan karácsony. Igen, igen, de azt így megbeszéltük otthon, hogy 24-én és 25-én én is eszem, amit a többiek. Nyilván nem fogok falni, de azért úgy kóstolgatok majd mindent. És anyu készíti? Igen, étvágyod. Otthon élek a szüleimmel, úgyhogy nyilván én is besegítek, de anyu a főszakás mindenki. Az étvágyod változott a diéta során? Tehát csökkent? Most úgy érzed, amikor már normális étkezést folytatsz? Nagyon érdekes, hogy belül úgy érzem, hogy úgy rengeteget tudnék enni, viszont szerencsére valószínűleg összeszűkült a gyomrom, és fizikailag már nem tudok annyit enni. És a lelki részével, mert ugye szokták mondani, hogy a gömbölyded nők ide pakolnak, oda pakolnak, ezt védik, azt védik. Te színpadi ember vagy, ugye szerelmed a színház. Andrea elmondta, hogy a Topolyi Társulat oszlopos tagja voltál, akkor tényleg szó szerint. Most már tehát díjazott amatőr színésznő. Most már ugye Náczál Kisasszony szerepekre. Azért, aki kilép a színpadra, az kiteszi mindenét, a testét, a lelkét, a szívét. A gátlások hogy működtek abban az időben? Nagyon érdekes, hogy éppen amit említették a díjamat, a Marika szerepére kaptam, és mindenki azt mondja, hogy a mostani testalkatommal nem tudtam volna ugyanazt a figurát hozni. Most ezt nem tudom, mert azóta nem játszottuk, tehát nagyon szeretném újra játszani azt a darabot. És soha nem voltál szégyellős az alkatod miatt színpadon? Nem. És arra vagyok kíváncsi, amikor belenézel a tükörbe, akkor most szereted, amit látsz, vagy milyen viszonyod van most a tükörrel, mert nekem különböző viszonyaim vannak különböző periódusokban, és amikor jól érzem magam, akkor azt szoktam mondani, hogy na most szép vagyok, kösz. Te most így ezt már elmondod magadról a tükörnek? Nem. Sőt, egyre inkább úgy érzem, hogy valamilyen szinte felelősséggel tartozom azért, hogy nehézek vissza, mert nagyon sok embernek reményt adtam. Hát a Facebookon, én már megjövök a Facebookon, de a Facebookon, gyerekek, 500 fölötti volt a lájkok száma, és a rengeteg hozzászólás és gratuláció, és szerintem vadidegenek is, ahogy én ott láttam. Mert mindenki ezelőtt, a teljesítmény előtt, tehát mélységesen elismert téged, szóval fantasztikus. Tényleg ekkora akaraterő kellett hozzá, vagy bizonyítottál te magadnak, vagy már korábban is voltak azért ilyen jellegű bizonyításaid? Hát nyilván, ahogy elindult a fogyókúra, és ahogy rohamosan fogytam, jöttek a külső impulzusok, és ezt folyamatosan motivált, vitt előre. Hogy na akkor még egy kicsit, és aztán meg már beleszabadul az ember. Megkaptad a karácsony ajándékot, mert hogy bácskai emesék alakítanak rajtad, hogy még szebb legyél. Mit vársz ettől az átalakítástól? Én teljesen nyitott vagyok, tehát semmilyen konkrét elképzelésem nincs. De bevállalsz mindent akár? Tehát ha azt mondják, hogy szinte nullás, akkor szinte nullás? A hajad. Hát, hogyha ők úgy ítélik meg, hogy nekem tényleg az lenne az előnyös, akkor igen. Bár ugye elmondtam a műsoron, hogy azért zöld meg narancssárga, ne, és akkor otthon ezzel viccelődnek, hogy de akkor nem tudom, ezt hajtogatják, hogy ez egy lila citromsárga lehet. És nagyon bátor lány vagy, és hát megköszönjük most neked. Így igaz, és mielőtt utadra engednénk, még megnézzünk egy részletet, amit ugye 2012-ben az idén készült el a kisfilm, amit az Art Nova Studio filmes csapata készített, és az a címe, hogy az ember, aki az Istent kereste, ebből láthatunk egy részletet, és köszönjük, hogy velünk voltál. További sikereket kívánok. És boldog karácsonyt is. Nektek is, és a nézőknek is. Köszönjük. Kvártett. Béla, hol voltál te részeges tekergő? Egész nap kerestelek. Mit gondolsz? Ki fog menni a hegyre a szőlőbe kapálni? Indulj tüstént előttem, és nagy megint a pincébe kös ki, mert baj lesz, és lesz kapsz! Tudod, mi vagy, te ír? Nincs te benned az Úrnak se a lelke, se a teste! Téged ide zavart a földre, mert maga az ördög vagy, és az ördögöket tűzni kell! Hajdanában azt gondoltam, hogy angyal vagy a szárnyaid miatt. Pedig csak liba voltál, és már sárkány lettél! Iza-biza! Induljon a sárkány eresztés és ördögűzés! Köszönöm, uram, hogy felfedted az ördögöt.
kvártett. És a stúdióban türelmesen várakozik az ébredés zenekar még mindig. Az előbb hallottunk tőletek egy nótát, egy dicsőítő éneket. Ki írja ezeknek a szövegét? Hát a legtöbb szöveget azt Magyarországról, illetve Amerikából, Ausztráliából szedjük, fordítsuk, és fordított szövegeket játszunk. Ti, tehát a zenekar tagjai fordítják? Nem, más fordításokat dolgozunk, de nekünk is vannak saját számaink. És milyen zenei alapra húztátok rá őket? Saját zenei alap. Tehát saját zenei, tehát minkedjük a dallamot is, és a szöveget is. Gyűjtöttetek a zsinagóga üvegezésére, ha jól tudom, a nyáron. Ez egy jótékony akció volt, egyéb jótékony akciókon is részt vettek? Persze, minden jótékonysági akcióra szívesen elmegyünk, ahova hívnak bennünket. Non-profit szervezet vagyunk, tehát nem kérünk tiszteletdíjat, egyedül úti költséget, mert hát ez a mi autónk is benzin nem megy. Jól tudom, hogy 2002-ben alakult a csapat, nem teljesen ebben a fölállásban? 2002-ben alakult, tehát idén vagyunk 10 évesek, 10 éve együtt zenélünk. Nagyjából a felállás az ugyanez, tehát az alapító tagok azok megmaradtak, ilyen beugró emberek voltak, velünk zenéltek egy kicsikét, és akkor utána úgymond lemorzsolódtak különböző okok miatt. Karácsonyt hol töltitek? Otthon, családi körben, egymással, esetleg zenéltek-e? Családi körben töltjük mindannyian a karácsonyt, adventi koncertjeink voltak, holnap után és szombaton megyünk Zentára egy adventi koncertre, próbáljuk az ilyen szorványtelepüléseket kisebb magyar lakta falvakba elvinni a mi zenénket is. Hát akkor nektek sincs sok időtök otthon adventezni családi körben? Nincsen, hát az ajándékokat még most az utolsó percekben fogjuk majd megvásárolni, szerintem szombaton vagy vasárnap, hogyha még valamelyik üzlet nyitva lesz, vagy pedig saját kezőleg fogjuk csinálni. Éjszaka gondolom, mit hallhatunk most tőle? Egy Pintér Béla magyarországi debreceni fiúnak a dalát, a Homokba írva című dalt fogjuk. Egyébként van kedvencetek? Mindegyik. Természetesen halljuk. Mást ígér a szív, és mást a szám. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már anyád. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozás. Hogyan tudnád tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, amely szívedben ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, ha vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás.
adni, elengedni minden tartózás. Hát egy, igen. Gyönyörű gondolatot, komolyan mondom. Én azt hiszem, hogy hát nagyon örülök, hogy meghívtuk az Ébredés zenekart ide, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez sokak lelkét megérintette ez a dal, mert hogy a miénket igen. Oda kell menni és megölelni, legyen ez mindenkinek most egy üzenet. Én készültem egy Vas Albert verssel, ezzel szerettem volna a dal után folytatni, de engedjétek meg, hogy engedje meg, hogy azért elmondjam. Küszöbön áll a nap, azaz egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 365 nap közül 364 a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, és annak is az estéje egyet. Pedig hidd el, ismeretlen olvasó, mondja Vas Albert, fordítva kellene legyen, 364 nap a szereteté, és egyetlen csak a többi dologé, és még annak is elég az estéje. Ez volt Vas Albert néhány gondolata, néhány sora, miközben az Ébredés zenekart hallgattuk, illetve még egy picit előtte megérkezett hozzánk Palatinus István atya, a Szent György plébánia plébánosa és lelkésze, és ezt pontosnak tartom kihangsúlyozni. Szerintem az atya is fontosnak tartja. Igen, mert hogy nem véletlenül fogalmazok így, hiszen a saját és mások tapasztalataiból is mondhatom azt, hogy személyes kapcsolatot is ápol nagyon sok hívővel, és nem csak az a saját plébániájához tartozó hívekkel, hanem mások is fontosnak tartja, és nekünk is jó, hogy ezt ön ezt fontosnak tartja. Hogyan lehet ilyen egyéni személyes kapcsolatokat kialakítani, hogy ne legyen tolakodó, de viszont megtörténjen? Jó estét kívánunk, dicsértessék! Szép estét kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit! Úgy lehet, hogy ha az ember megpróbálja valóban azt a titkot, amit ünnepelni akarunk, amit hordozunk, megélni a saját kapcsolataiban, találkozásaiban, hiszen ez az egész nagy misztérium, hogy Isten emberré lesz, azt mutatja meg, hogy minden ember annyira fontos, és mindenkihez személyesen kell odafordulni. Talán nekünk papoknak ez egy különleges küldetésünk, hogy megtanuljunk odafigyelni minden emberre, mert mi is könnyen el tudunk veszni a tömegben, el tudunk veszni a nagy egyházban, és tudunk szép szólamokat mondani, de igazán a személyes találkozásokban mutatkozik meg annak a szeretetnek az igazi érintése, amerről beszélünk, vagy amit megcselekszünk a liturgiában, az ünnepeinkben, a hitünkben, és hát ez az útja a lelki pásztorkodásnak. Ha ezt így látják, hogy ez bennem így él, akkor mindig jobb, hogyha más látja. Az én tükröm most a mások. Akkor is közelít meg híveket, amikor azt látja, hogy nem nagyon nyitnak maga felé? Tehát konkrétan nem szeretnének beszélgetni, nem keresik a társaságát, vagy ritkábban, és ráérez-e arra, hogy ilyenkor baj van, mert gondolom ez nem könnyű számos hívek táborában ezt észrevenni, ezeket az embereket? Hát igen, mindig az a legnagyobb gond, hogy a plébános jön ki mindig a sekrestjéből utoljára, és a híveknek nagy része addigra már elmegy. Ha látom is, igen, igen. De ez nem így történik a Szent György plébánián. Nem mindig így történik. Hát megesik ez, igen. Talán a fiatal papkorom idejéből egy nagyon-nagyon szép emlék, amikor a Székesegyházba káplánkodtam, és úgy szedtem össze rövid idő alatt a fiataloknak elég szép nagy közösségét, hogy egyszerűen kikönyökölve az ablakon mindenkit megszólítottam, aki arra ment. Hát én egy ilyen kötekedő pap vagyok, hogy van ifjúsági hittem, van lehetőség arra, hogy találkozzunk, személyesen is lehet beszélgetni, és az volt az érdekes, hogy jöttek. Gondolom, akkor az Ébredés zenekarra már találkoztak, illetve hát jó ismerősök. Az Ébredés zenekar között is igen, nagyon sok ismerős van, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. Azt akkor megbeszélhetjük-e, hogy némelyik, nem tudom, majd ők is bólincsanak, némelyik vasárnapi szentmisén, vagy szombatesti szentmisén ők legyenek ott és muzsikáljanak. Hát a Szent György templomban már muzsikáltak, és esküvőkön a táncos esküvő is a Szent György templomban történt. Szerintem az atya biztatta a bűnlegét és a mennyasszony. Nem, ez most ez nem az én bűnöm. Nem, nem. Térjünk egy picit rá az ünnepre, ugye karácsony előtt vagyunk, itt van a fánk,
és hozott nekünk itt valamit, erről is majd egy picit később beszélgetünk. Vagy olyan sok. Csak hogy ne felejtsünk el semmit. Mi a most vasárnap azt prédikálta, hogy olyan jó lenne jónak lenni, erre figyeljünk oda, hogy jók legyünk, és nem biztos, hogy drága ajándékot kell a fa alá tenni, hanem egy apróság is, akár egy ilyen dal is eljuthat az ember lelkéig, vagy csak egy olyan jó dolgot, ha teszünk a másikkal, talán sokkal többet jelent, mint hogyha becsomagolunk egy tévét. Szerintem talán a jóságnak az egyik legteljesebb valósága az, amikor oda ajándékozunk magunkat másoknak. Most itt a mások mindig a legközelebbiek, mert oda ajándékozni magamat mondjuk rá az afrikai szegény nélkülöző éhező embernek, ez egy szép dolog, de oda ajándékozni annak, akivel együtt élem a mindennapjaimat, és hogy tényleg ajándék legyen egy találkozás, ez valahol egy elköteleződésre szólít bennünket. És azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megtanuljunk az életünkben egy ilyen játékos életvitelt elsajátítani az Istentől. A karácsony ez annyi sok szép dolgot hoz el hozzánk, és hogy megajándékozzuk a figyelmességünkkel, az ötleteinkkel, a különféle adottságainkkal, azok, amik mi vagyunk. Négy kis angyalt hoztam ide, és hogyha most megnéznénk ezeket az angyalokat, akkor mind a négynek egészen más a ruhája, mindnek van valami sajátossága, valahol ugyanúgy, mint ahogy a kvartettnek a négy angyala, most éppen három, de itt most a negyedik is itt van már. Ugye, tehát valahol ezekben az angyalokban megjelenik ez a sajátosság. És kezüleg készítette? Ezt nem én készítettem. Nem, de így van. Az angyalok azok már maguk is, ugye, tehát kívánják, hogy valahonnan, máshonnan érkezzenek, mi csak továbbítjuk őket. De azt gondolom, hogy a játékosság a karácsonyhoz nagyon-nagyon hozzátartozik, és a karácsonynak a megünneplésének talán egy elfeledett vagy egy elveszített valósága a mai világban. Újra fel kellene fedeznünk azt mindannyiunknak, kicsiknek, időseknek, fölnőtteknek, gyerekeknek, hogy játszunk. Talán ebben a mai műsorban annyira szépen jön össze, úgy láttam, itt már készülődnek a játékos gyermekek. Jó, akik... Jaj, a poént. Akkor nem lövünk semmit, nem lövünk, jó? De annyira fontos, hogy tehát ez a játék is, itt ez az egész kvartettnek a megélése is valójában egy játék. Az egész liturgia, az istentisztelet egy isteni színjáték, egy csodálatos játék, és maga az, hogy az Istent úgy ismerhetjük meg, mint egy játékos Istent, aki a kezébe veszi a földet, és gyurmázik, és játszadozik, és teremt, és Istennek ez a csodálatos világa, és így el lehet játszani a karácsonyt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk tényleg átölelve egymást, szeretve egymást, játékká tenni az életünket. A játék az mindig felszabadít. A keresztény ünnepeknek éppen ez a sajátossága, és itt most hadd mondjam ezt, annyira szívemen van mindig, és annyira ilyenkor megérintve érzem magam. Kosztolányi Dezsőt kell itt idéznem, aki olyan szépen beszél az egyházi évnek a gazdagságáról, és azt mondja, hogy ha bármit megszüntetne az egész világ, a modern ember játékszereit, és ma annyi játékszerünk van, annyi sok ketyere, metyere, mindenfélével elhalmozzuk magunkat, és hogyha valahol ezt a rátapintást a játékra, ezt az érzéket kiöljük, amit az vallás is hordoz, és megpróbál átadni, és a karácsony szentestéjének a családokban kell megtörténnie, és akkor történik meg igazán az éjféli mise, hogyha ez a családokban megtörtént szentestét el tudjuk hozni, és ott valahol Isten közelségébe is át tudjuk élni. És talán még nagyon-nagyon röviden elmondom, hogy számomra mindig gyönyörűek voltak az én nagyapámnál a karácsony esték, aki teleszúrta az asztal alját szalmával, és nekünk gyerekeknek diót dobott az asztal alá, és elénekeltük a mennyből az angyalt, hát ez olyan csodálatos, ezt nem lehet nem énekelni ezen az estén, és hogy elmesélni Jézus születésének a történetét, tehát a bárányokat, az angyalokat, a kis Jézust, az emberi lett Isten, tehát itt megint az Istennek egy óriási csodája, tehát játszadozik, kicsivé lesz, játékszerré lesz az ember kezébe az Isten, de ezek hatalmas dolgok, mert épp ezáltal tud bennünket alakítani és magával ragadni.
És eszembe jutott, hogy azért mostanában már nagyon kevés családban énekelhetik el a mennyből az angyalt karácsony vagy szentestén. Azért az csak elhangzik sok helyen. Szerintem még a mennyből az angyal, igen. Gondolod? Én hiszek benne, igen. Hát legyen úgy sok-sok családban, marasztaljuk még, maradjon velünk, mert hogy a Nella helye még üres. Hogy az atyának idén mi lenne a legnagyobb kívánság a karácsonyra? Számomra a legnagyobb kívánság? Hát két kívánságom van. Az egyik, amit mindig muszáj most nagyon kívánnom, az a toronynak a helyreállítás, ez az első. A második kívánságom az, hogy minél több ember szívben legyen ott Jézus. És hogy megtörténjen bennünk a karácsony. Tehát a karácsony az nem valami külső, vagy rajtunk kívül való valóság, hanem bennünk itt kell megtörténnie. Hogy mi találkozzunk Istennel, egymással, és épp ez a játékosság által. Nagyon szépen köszönjük az ajándékokat is, a kis angyalkákat is, maradjon velünk. Mi pedig arra kérjük az Ébredés zenekart, hogy akkor zenével folytassuk most a műsort. Elmúlik karácsony, a szeretet lángja halvány abban él. De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. Ha elmúlik karácsony, és legszebb titkát nem árulja el, az új csodára egy évig várni kell. Hosszú téli éjszakán haragszóval érkezik, angyal szárnyon csendben száll tovább. Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek. Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ. Ha elmúlik karácsony, szeretett lángja halványabban ég. De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. Ha elmúlik karácsony, egyre bővül, népesül, és a karácsony fa alá egy újabb vendéget kaptunk. Sok szeretettel köszöntjük Varkolya Csillát, újvidéki egyetemistát, aki számomra a legmegdöbbentőbb módon matematika szakon van.
hogy lehet fiatal nő matematika szakos, az számomra érthetetlen, de tudom, mert hogy sokat lehetett arról hallani, hogy Csilla már egészen kiskorodtól kezdve a matematika bűveletében élsz. Honnan ered ez? Hát valójában nem. Kiskoromban én mindenféle versenyre jártam, és egyáltalán nem tudtam, hogy mivel fogok foglalkozni. Úgy egész sokáig nem tudtam, mivel fogok foglalkozni, és akkor egyszer csak jött egy ilyen ihletem, hogy hát ez a maték nem is olyan nehéz, meg még érdekes is. Még általában nem hazudnak ott abban, úgyhogy az úgy nekem megtetszett. Ez egy fontos mondat, mert hogy egyébként hazudnak? Nem hiszem, hogy hazudnak, de ott egész biztos minden objektív. És nem lehet többféle képpen, mert mi többféle képpen mindegy, ki lehet számolni, de mindig igaz lesz, és az olyan jó. Az életben nem? Az életben ritkán, szerintem. Igen? Aha. Csalódások értek, vagy? Nem, csak szerintem mindent nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni, és ezért jó az, hogyha valami olyan van, ami egészen biztos, abszolút igaz. Akkor ez neked egyfajta támasz a matematika, igen, ha így veszünk. Igen. És hogyha ennyire matematika és ennyire a bizonyítottságot keresed, akkor hitkérdésével hogy állsz? Ugye nem véletlenül atyát itt tartottuk, de természetesen bármilyen válaszod jó válasz. Hívő embernek tartod magad? Nem tartom magam hívő embernek, de ezt nem tartom olyannak, hogy már mint úgy érzem, hogy boldog lehetek anélkül is teljesen. De azért, Csilla, és hát, kiteljesül. És meg fog erősíteni ebben az atya, hogyha nem Istenben, akkor is valamiben, biztos hiszel, akkor magadban, és ugye azt mondja erre majd az atya, hogy Isten meg benned van. Azért visszadobom a labdát. Hinni lehet sok mindenben, hinni lehet embertársainkban, hinni lehet önmagunkban, hinni lehet abban, hogy szerencsénk van, vagy de hogy... De Csilla, te miben hiszel? Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy én elkapok egy eszmét, és mindig abban hiszek. Én abban hiszek, amit látok, és ez nekem elég szép, és elég. De magadban csak hiszel? Nem tudom, milyen az, hogyha valaki nem hisz önmagában. Aha. Azt most magyarázd meg. Hát vannak azért olyan pillanatok, amikor, elbizonytalanodik az ember, hogy most jó-e az, amit csinálok, vagy errefelé kell-e, hogy menjek. Vagy képes vagy rá esetleg. Uh-huh. Ez a te utad vajon, nem ez a te utad? Tehát ezek a kétségek, tudod, amik így forognak időnként az ember fejében. Hát szerintem mindenben, amit csinálunk, az a legfontosabb, hogy odafigyeljünk, hogy minél több jót tegyünk mások iránt, és hogy mi minél boldogabbak legyünk, és akkor ez úgy önmagában elég azért lesz. Azért hittünk ma el ide hozzánk, mert azt hallottuk mindannyiunk közös ismerősétől, és itt most mind a négyünkre gondolok, hogy a Csilla az egy annyira életvidám lány, hogy sokan tanulhatnánk tőled. Mindazok mellett, hogy te ebben a székben ülsz, arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mióta ülsz ebben a székben, és hogyan alakult, és miért alakult így. És hogy hogyan lehet itt ebben a székben olyan életvidámnak lenni, hogy mindannyiunk néha lekörözöl. Most ez a nem hívőség, meg az életvidámság, ez nem oltotta ki egymást, ugye? Ne. Még mindig rendben vagyunk. Persze, jó. Az aki tudja szóhoz. Sőt, ez egy csodálatos dolog volt, amit hallottunk, hogy a jóságban is ez motivációt ad az embernek. Igaz, az erőm. Hát persze. Hogyha valamiben hiszek, akkor az a jóság. És egymás tisztelete. Jó? Akkor jó. Mindent elmondtál, amiről prédikálnak is, úgyhogy. Tehát akkor visszatérve ehhez, igen. Genetikai megbetegedésem van, és gyerekkorom óta használok tolószéket, és nem tudom, mi volt a kérdés vége. Hát, hogy hogyan tartottad magadban ezt az optimista lelket, hogy ezt a hatalmas lendületet? Hát szerintem, hogyha valaki már legkisebb... Hogy érintett az téged, amikor tudatosult ez benned, hogy neked most akkor ez nem voltam szép... elég precíz, ez még 2 éves koromban volt. Szóval én amióta tudok magamról, nem mindig is ilyen voltam, és nem volt mind kétségbe esni, mert hát ez én vagyok. Persze, igen. Igen, úgyhogy életen nem volt olyan nagy... Tudom, hogy elég nehéz azoknak, akik már felnőtt korukban esetleg székbe kényszerülnek, nekik igazán nagy utat kell megtenniük magukban, hogy megint csak elfogadhassák magukat, de nekem erre nem volt szükségem, mert hát mindig is én magam voltam
és a környezeted. Hogy élte meg ezt, vagy a barátaid hogyan viszonyulnak ehhez? Mindig szerencsé volt a környezetem, már mindig szerettek, és jó barátokra tettem szert, főleg most felnőtt koromban. Tehát ez nem biztos, hogy csak szerencse kérdés, ez nyilván belőled egyfajta adok-kapok viszony. Az egyetem mellett mi az, amivel teljesíteszed az életed? Mivel foglalkozol? Szeretek olvasni, szeretek barátkozni, és legjobban szeretem, amikor hazajövök hétvégére, és akkor kipihenem magam, mert van két öcsém, és akkor azok úgy pihentetik az agyamat. És mondjuk egy ébredészenekar koncertre szívesen elmennél? Nem igazán. A hangulat miatt bizonyára szép a hangulat, de nem igazán szeretek koncertre járni őszintén. Tehát nem velük nem gond, hanem úgy egyáltalán találatosak vagyok, csak ugyan tényleg. Igen, nem, csak jobban szeretem a zenét úgy magamban hallgatni. Tehát, hogyha mondjuk őket meginvitálnánk, és neked a nappaliba csendesen, csak hogy húznák alá, úgy karácsonykor, azért nem lenne rossz, ugye? A konyhában. A konyhában. Hogyan készülsz az ünnepekre? Hát most értem haza, Kanizsán voltam, egy gyógyfürdőben, és ott úsztam jó sokat, és most nagyon jól érzem magam így, úgyhogy én ezzel készültem fel az ünnepekre, mert most mindenre jut majd időm, és mindenre jut majd energiám, úgyhogy jó lesz. És a vizsgaidőszak? Ugyan már, messze maradsz még. Agya példaértékű az, ahogy Csilla így teljesen természetesen beszél arról, amiről nagyon sokan így megrökönyödnénk, hogy eleve hogyan közlekedik. Tehát a gyakorlati részében így elmerülnénk, de engem a lelki része is érdekelne. Biztos van különbség, ahogy mondta, hogy gyermekkorától kezdve számára ez természetes állapot. Talán éppen ezért fedezhető föl benne az a tisztaság és az a jóság, ami benne egy adottság, és azért élheti meg ezt ilyen szépnek és ilyen jónak is, és azért tud ilyen sok jót kihozni saját magából, mert olyan fontos dolgokat mondott itt ki, tehát számára a szeretet a legfontosabb, szeretetet adni, szeretettel együtt lenni mások felé, és hogy az a szeretet, ami körülölelik, és ennélkül nem lehet élni. Én is nagyon-nagyon kiskoromban már, egész kisgyerekként találkoztam egy súlyos beteg szomszéd kislánnyal, aki teljesen egy ilyen debil állapotban nevelkedett és viselkedett, és ami számomra egy szinte fölfoghatatlan volt, de mindig bennem maradt ez az emlék, hogy annyira tudott szeretni, és aki szerette, tehát a szeretetet azt olyan nagyon-nagyon be tudta fogadni, és tudta adni. Talán még inkább az, hogy mennyire tudta adni ezt a szeretetet. Néha szinte olyan görcsösen tudott viszont szeretni, ha egy kis szeretetet mutattunk felé, hogy majd megfújtott bennünket a szeretettől. De ez, hogy bennünk van, tehát ez a csoda, az életünknek a csodája ez, hogy a jóság, a szeretet, a tisztaság, és én azt gondolom, hogy Csillából sugárzik ez. Uh-huh. Nem véletlen, matematikus is, hát ez egy nagyon-nagyon sokat jelent azért, biztosan, ugye, tehát a racionalitás, ez is egy valami nagyon-nagyon szép ajándék és adottság, ami én azt gondolom, hogy egy jövőt is mutat elé, éppen ebben a kiszámíthatóságban, ebben a biztonságban. Számomra a hit az nem egy hiszékenységet, vagy nem tudom én, valami misztikumot jelent elsősorban, hanem bizalmat. Bizalmat. Hogy megbízok valakiben, hogy van bizalmam. És ha már az ajándékot említette az atya, akkor lenne olyan kívánságod, ami még eddig nem teljesült, és úgy szeretnéd a fa alá, és nem tárgyra gondolok. Olyat, amit teljesülhet, vagy olyan, ami nem? Hát ha olyan kívánságod van, ami nem teljesülhet, akkor azért csak mondd el, aztán ki tudja. Szeretném, hogyha természetes göndörhajam lenne, de nincs. És a mesterséges göndörhaj már szóba se jöhet? Hát szóba jött, és nem rossz ez, de sokkal jobb lenne, ha természetes lenne. Aha. És ettől nagyobb vágyad nincs? Ezt biztosan tudom, hogy jó lesne. És hogyha, hány éves vagy most, Csilla? 23. Ha, ugye atya mondta, hogy fontos a játék, játszunk egy kicsit, eltelik 10 év, 33 éves vagy, hogyan látod magad? Van egy farkas kutyám, annyi biztos. Szóval az már mindegy, ott még nem beszéltük, még nem, majd lesz. Vagy lehet, hogy nem farkas kutya, lehet keverik, és nem vagyok, mindegy. Minden esetre ez az egy, ami biztos, mert minden más nem lehet biztos. Nem is tudom, hogy mivel fogok foglalkozni, nem is tudom, mivel szeretnék foglalkozni. Nem tudom, hol szeretnék élni, vagy akkor hogyan. Akkor 10 év múlva visszahívhatunk?
Biztos. Jó, akkor a Facebookon is. És végszónak akkor csak annyit mondanék, hogy kedves igazgató úr, 10 év múlva is itt kell ülnünk a kvártetben, ahhoz, hogy a gyermek ígéreteinket tudjuk teljesíteni. Nem okvetlenül ebben a stúdióban. Így van. Nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek, hogy bearanyozták itt. És még maradnak. Természetesen. Igen. Ugye ezt a blokkot is, és zenélünk tovább. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük az Ébredés zenekarnak ezt a dalt is, és az előzőeket is, és most azt csuktam az atya fülébe, hogy azt szeretném kérni mindenkitől, hogy majd, ha én férhez megyek, akkor a Szent György templomban ti is legyetek ott, de majd ezt még külön megbeszéljük. Azt mondta az atya, hogy ez jövőre lesz, úgyhogy majd találkozunk. Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok. Én meg készüljek az Ave Máriával, ugye? Semmi például. Most érkeznek vendégeink nem sokára, meglepetéssel készültünk. Majdnem lelőtt az atya. Igen, amit majdnem, így van. Gyerekek nélkül nem múlhat el itt szinte este a stúdióban. Betlehemezés. A Szent Györgyi templomban betlehemezést tartanak? Hát ilyen kimondott betlehemezés nem, de azért mindig valami módon belepjük a belopjuk a Betlehemnek a lelki világát. A Szent György plébániához a gyermekek, akik tartoznak, azok hétvégéken is alig tudnak összejönni, de hát azért valamilyen féle módon eljátszuk majd Jézusnak a történetét. Ez inkább csodálatos. Nem, hát ahol van hozzá alany, és ahol van hozzá lehetőség. Anyag. Meg olyan csoporttal, hogy láttam volna őket az utcán járnékelni. Igen, és hadd egészítsem ki, mert az atya biztos nem csöngettek be, de Halloween-ezés volt, és engem a frász kitört azon, hogy egy számomra magyar városban, mert számomra Szabadka magyar város, 8:30 este becsönget, és egy cukorkát kér, tehát hogy hol vagyunk. És adtál neki? Én nem, mert én fürdettem a gyereket, de ettől függetlenül, szóval hogy betlehemezők jöjjenek, meg jöjjön fel a másodikra, mert szívesen látom. Uh-huh. Közben megérkeztek ide a stúdióba. És hát ez volt a kívánságom, mert nem is igen, Andrea, te itt maradsz, kaptam egy mikrofont. Igen. Anitának már megint könyvbe lábadt a szeme, nem tudom, hogy elvitték. Hát nem tudom, elvitték a zsebkendőt, amit hoztam. Nem kaptam egy egész csomagot. És akkor köszöntöm itt most az oromi 7-es általános iskolás gyermekeket, szervusztok, és látom itt, hogy mindenkinek csillog a szeme. Nagyon jó frizurája. Igen, nagyon klassz frizurával érkeztetek ide, tehát Oromról, mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Egy nagyon pici programot fogtok itt bemutatni, egy picit lerövidítve most itt azt, amivel járjátok a falut. Mióta betlehemeztek ott Oromon? Hát 2 éve. 2 éve. És minden házba becsöngettek? Nem mindegyikben. Tudjátok, hogy hol nem fognak esetleg fogadni benneteket?
Nem. De van olyan hely egyébként, ahol azt mondják, hogy most én nem szeretnék, nincs semmi cukorka, semmi, hogy visszautasítanak benneteket? Volt már rá példa. Jó, akkor most arra kérlek titeket, hogy mutassátok meg a kvártet nézőinek is, hogy ti éppen hogy teszitek ezt ott Oromon, mi meg aztán lássuk majd, hogy hát ha valamit el tudunk ebből csípni, jó? Köszönöm szépen. Köszöntés a ház urára, egész kedves családjára. Dicsérjük a Jézus nevét, hirdetjük a születését. Eljöttünk az angyalokkal, ifjú és fény pásztorokkal. Csillogó a Betlehemünk, házigazda bejöhetünk? Igen. Köszönjük a fogadtatást, dicsérjük a kis messiást. Nincsen lovam, nincsen kürtöm, de társaimat nyomban küldöm. Glória Istennek legyen hála, hogy megértük-e napot, melyre szívünk úgy vágyott. Glória örvendjünk legyen hála. Jó pásztorok, békés népek, este van, nem pihennétek, én csitalmos vagyok, amíg alszom vilasszatok. Aludsak, jó öreg apó, fehér hajad, miként a hó. Így borult a fényes végre Betlehemnek mezeire. Aludj te is, jó bajtár pásztor, ránk borult a csillagsátor. Én majd örködök a nyájnál, ennél a kis tűzrakásnál. Juhászok, pásztorok, de elaludtatok, ennél a szép nyájnál egyedül hagytatok. Csendes az éjszaka, békés a csillaga, ti csak aludjatok. Jó pásztorok, békés népek, este van, nem pihennétek, én egy csitalmas vagyok, amíg alszom, virasszatok. Aludj sok, jó öreg apó, fehér hajad, miként a hó. Így borult a fényes végre Betlehemnek mezeire. Glória mennyben az Istennek, békesség földön az embernek. Jaj, pásztorok, jaj, mit látok, ébredjetek, jaj, mit hallok. Pásztortársim, ébredjetek, az énekre figyeljetek. Világos lett az éjszaka. Nézzétek csak, mi van arra. Én mennyei angyal vagyok, néktek nagy örömet mondok, mert ma született, aki jövendöltetett Betlehemben. Ez lesz a jel, ne féljetek, jászolban kisdedet leltek, betakarva pólyával, szénával és szalmával istálóban. Betlehemnek szép határán nagy fényesség támadott. Az égi szó elhangzott, ne féljetek, pásztorok. Feleszméltem ezen szóra, mondogatják itt az óra. Induljunk oda, hogy odaérjünk holnapra viradóra. Induljunk, hogy odaérjünk holnapra viradóra. Pásztor társim, mi itt vagyunk, láttátok a csillagot? Hogy ne látnánk, ébren vagyunk, milyen szép fali van ott. Itt a barlang, itt a jászol, jöjjetek be, pásztorok! Köszöntsétek a messiást, a Jézust, kit vártatok! Érdeljünk le, pásztorok, pásztorok, hódoljunk előtte, tárjuk ki a szívünket, öntsük ki a lelkünket, kérjünk áldást nyájunkra, kegyelmet jó magunkra, a kis Jézuskától áll-e. Drága kicsi Jézus, legdrágább pásztorunk, szegényes bölcsület duzgunk önrajt, öreg vagyok én már, ó, mennyire vártunk, kicsin kis Jézus, messiás királyunk, nem jöttél bíborba, nem jöttél bársonyba, csak egy szegényes, rongyos istálóba. Köszönjük, hogy értünk, lejöttél az égből, kire várt a világ több ezer évtől, szeretünk, imádunk, átverelünk százszor, ezzel vigasztalak én, az öreg pásztor. Én álltam őrséget az angyali szónál, én állok őrséget most is jászolnál. Drága kicsi Jézus, fogadd el ezt tőlem, hisz bölcsődhöz oly sietve jöttem. Tovább is örködök, vigyázok álmodra, ez minden, amit nyújthatok számodra. Szegény vagyok, mint te, szegény fő pásztor, de a szívem boldog és gazdagabb, mint máskor. Kis bajtár vagyok én a gazdám portáján, a legkisebb pásztor Betlehem pusztáján. Nincsen pénzem, kincsem, csak egy kis furujám, mely oly boldogan szól ezen az éjszakán. Nagy karácsony éjszakája, Jézus születése napja, Szűz Mária édesanyja, még gondosan ápolgatja. Nagy karácsony éjszakája, minden ember várva várja. Örüljetek, imlássátok, messiásunk földre szállott. Dicsőség a Jóistennek, békesség az embereknek, vigadozva énekeljük, a kis Jézust ünnepeljük. Jó éjszakát a ház urának, egész kedves családjának. Betlehemnek szent áldása, maradjon meg minden házra. Keljetek fel, pásztorok, pásztorok, induljunk most útra. A kis Jézus köszöntöttük, édesanyját üdvözöltük, a szép Szűz Máriát, Úr Jézus szent anyját, áldjátok mi vélünk. Mondjunk jó éjszakát,
A kis Jézus tovább visszük, hogy még sok helyt köszönthessük. Dicsértessék az Úr Jézus szent neve, amit mondtunk, senki el ne feledje, ámen. Köszönjük szépen. És hát így legyen, hogy senki el ne feledjen. Ugye ilyenkor illik valamilyen ajándékot nektek adni. Igen, ez nagyon igen. Fontos. Jól tudjuk ezt mi. Itt van Lia most, aki segít nekünk, és átadjuk nektek ezeket a kis ajándékokat, jó? Fogadjátok szeretettel, egy kis apróság, és köszönjük szépen, hogy egész Oromról eljöttetek ide hozzánk, és mindezt bemutattátok itt a kvártet nézőinek, tessék. Ennek a sok-sok csillogó szempárnak egy kis apróság. Jó, és akkor itt van még a fiú, köszönjük szépen még egyszer, mi ide most visszacsüccsenünk. Addig gyorsan hadd kérdezem meg az atyától, hogy így 2012-ben egy farmeros olyan pásztor, akinek a szeme se áll jól, azért jól megfér ez a két műfaj együtt, ugye? Tehát a birkabélés és a farmernadrág, meg ez a kis huncutság. Hát igazán, itt nem divat bemutatóról van szó, hanem a közölt üzenetről, és az a legfontosabb, hogy gyermekek adják elő, és ezért olyan csodálatos mindig, és itt valóban igazi örömök és igazi találkozások történnek a gyermekek által átadott örömhírben. És ugye arról mesélt az imént, hogy legyen játékos a karácsony is, van, és legyenek huncutok ezek a gyerekek van, a továbbiakban így is. Van, és nagyon Csillete köszönjük. Csillete is jártok karácsony tájékán? Otthon játszik a család? A család az ünnepel. Játszunk, egy év játszunk, valószínűleg. Főleg, hogy most van egy kicsi kis unokahúgom, aki még csak 4 éves, és akkor hát úgy is játszunk, lehet, hogyha nem is akarunk, igen. Ez érdemes megtartani. Igen. Hát azt gondolom, hogy ennyi fért a mai estébe, még maradnánk, és beszélgetnénk, és egy picit tovább is ráhangolódhatnánk akár az ünnepekre, de azt gondolom, hogy ezt majd mindenki családi körben és baráti körben megteszi az elkövetkező napokban. Én nagyon szépen megköszönöm az oromi gyerekeknek és vezetőnek is, hogy itt voltatok, és előadtátok nekünk ezt a betlemi játékot. Köszönjük a vendégeknek. Mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket, és boldog karácsonyt kívánunk. Ezt nem szeretném ragozni. Legyen mindenkinek olyan boldog a karácsonya, amilyenre szeretné. Mi a mostani információk szerint jövő csütörtökön is itt leszünk. 4 nő. Igen, reméljük, hogy minden 4-en akkor már itt leszünk. Köszönjük a figyelmet. Szép estét kívánunk. Viszontlátás. Változás szele, az emberről készül egy sajátos kép, egy
csúnya, egy igaz, egy fáj.